Óriási helyzet, és most már megvan az MTK vezető gólja. Hát nem nagyon kell itt történetbe belekezdeni, mert a Ferencváros védelme időről időre hibázik, és most már a sokadik hibát kihasználja az MTK. Pór Patrik góljával tehát 1-0 a hazai csapatnak. Nem sikerül elfejelni, nem sikerül elrúgni, Pór pedig üresen lecsap a labdára, és 5-6 méterről Dibusz felett berúgja az FTC kapujába. Hát Dibusz itt már kiszolgáltatott helyzetben volt, de ez az igazán árulkodó kép. Három ferencvárosi játékos ugrott, Mateusz volt az egyik, Pavlovics aztán már nem ugrott, ő nem fejelni próbálta, hanem megpróbálta elrúgni a labdát, de senki sem tudott tisztázni.